Waltzmaze is just too expensive. Hát neked nagyon fontos volt belepofázni ebbe a szép Z close-up shotba. Na mindegy, na szóval sziasztok, mindenkit üdvözlök ismét itt a Kingdoms of Amalur Reckoning 35. háborús részében. Na, igazából valószínű erősödnünk kéne még, mert elég underlevelek lehetünk szerintem ehhez a küldetéshez. Viszont én azt mondom, hogy hajrá, gyerünk, ez a rész a Melszenségi csatáról fog szólni. A játék általam kedvelt legjobb részről tulajdonképpen. Hoppá, itt van egy ilyen. Ezt ide tesszük. Nagyon szuper. Jó, tehát az a lényeg, hogy most ebben a részben akkor megcsináljuk a Melszenségi csatát. 11 ezrünk van. Miért? Megvettem ugye ezt a daggert, ez oké. Hát igen, ezek a... Hol? Fűha. Ez 21-et véd csak, ez nagyon gyenge. A többi az azt mondom még egészen oké, és ja, ezt vettem meg, igen, ezt a damage-es dolgot. Aha, jó. Oké, hát figyeljetek, megpróbáljuk. Valószínű még kéne rengeteget fejlődnöm. De... Hát most ez van. Ez hozta a sors. Ú, ez az Godray effekt, vagy nem tudom, de jó. Jól néz ki. Úgyhogy irány Melszenségre, megmutatom a játék. Szerintem legintenzebb, legjobb részét. Úgyhogy hajrá! Picikét sietek, mert most fogok streamelni amúgy. Hosszú kihagyás után, hát több mint egy éve nem streameltem, vagy live voltam, és hát 2 órára volt beígérve, nem tudom, hogy végzek ezzel 2 óráig, úgyhogy... Ja, mindegy. Na, itt vannak ugye a katonák. Velünk fognak jönni. Ugye ez a bevezetőből is ismert szép ruhákban vannak, és egy darab hajónk van, amivel fogunk menni Melszenségre. Itt van Agárt is. Beszéljünk csak vele. Nem találtam még meg a gnómot. I swore to myself that my fight after fighting nearly all my life, but now you've taken me this far. If I don't take aha. Jó, oké. Na, itt van az én kis a Tillera. Siessünk. A thousand times you could ask that question and every time I would answer yes. Absolutely yes. But there is something terrible about arriving at a day you've been anticipating for years. Oké. Okay. Szóval az a lényeg, hogy ugye most ez a két nemzet, gyorsan elmondom, tehát ugye vannak a Rathiriek, akik, ugye itt van ez a nagy... Hát ennyire megy a kurzor, beszarok, komolyan mondom, nem igaz. Szóval itt van ez a nagy sziget, ugye, itt elválasztja őket egy víz. Ez a másik része, ugye ez már Clurikon, tehát ez már az ellenfél bázisa, illetve lesz Alabastra, ott lesz a fő ellenség, ott egész lent, hogyha majd 15 év múlva sikerül lejjebb vinni a dolgot, nagyon menő. Szóval ez egy ilyen háborús övezet, itt végig háborúzni fognak, és itt van Melszenségre ott fent. Ez borzasztó. Ez nagyon rossz így, hogy ilyen lassan megy minden. Szóval itt van Melszenségre, és ugye a király, Rathir királya, vagy Rathir vezetője nem akart küldeni erősítés Melszenségre, viszont megjöttünk mi, akik azt mondták, hogy de Fox, és küldött. Úgyhogy most ezért megyünk ide. Tulajdonképpen ilyen diablós ütközetet kell majd elképzelnetek, lesz benne boss fight, és ennyit spoilereztem, úgyhogy hajrá, menjünk is. Itt van kapitány Dodwin. Absolutely yes, mehetünk. Lehet, hogy kicsit mondom, gyengék leszünk hozzá, hajrá. Remélem ez nem jogvédett zene. Agarth, you know better than any of us how this will end. Why must we fight a war that you know we will not win? You would still ask that to Lara, after all you've seen. Agarth nagyon bízik bennünk, hogy ha segítségünkkel megnyerjük a csatát, amire kis esély van. Why do we fight? Because there is hope. Because only through battle can we break the chains that fate has forged. Don't you see? We have been given a chance, and though some of us will die, we will die knowing that our lives were finally our own.
that we are no longer slaves to the whims of fate. Would you throw it away? Just for fear of another defeat? Not I. I will fight. And if I die, I die knowing that I have made a choice. And this choice, for good or for ill, was my own. Gyönyörű szép beszéd. Megint elfelejtettem bekapcsolni a FreeSync-et, rájöttem mindegy. Na, itt is volnánk, kérem szépen. Jönnek a fantasztikus építményesek. Akkor itt szerintem kilépek, bekapcsolom a FreeSync-et, hogy ne legyen képszink probléma, úgyhogy egy pillanat és jövök, addig el is mentem így gyorsan. Nos, akkor vissza is tértem. Hát ide is érkeztünk akkor Melsen sírbe. Ott van Rathir a háttérbe. Ővele vissza tudnánk menni. Annak Niskaruk is, annak nagyon örülök, imádom. Jó, könnyen legyőztük a előző részekben őket. Én nagyon örülök neki. Tássák már a sírunkat, ott imádkoznak. Itt lesz egy kovács, akinél tudunk elvileg cuccot venni. Ja nem, ez befolyást ad. Az viszont jó lenne nekünk, de... Hát nem nagyon tudjuk most ezt használni. Akkor ott lesz bent, azt hiszem, az emberke. Ja, nem, itt van Elin sír, nézd már, ő is jön ide. Akkor nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy te vele kéne lenni valami boltosnak, de mindegy, beszélgessünk veled akkor. Ja, itt bentebb van. Not exactly the heroes of legend, but you're a welcome sight nonetheless. Likely you've come to see the fortress before it falls. I've seen her stand for the last 10 years, but the end, I think, has finally come. Our scouts report that the Tuatha are massing, and in their wake we've seen it. The Niskaru Lord, Baelor, has come for Melsen Shear at last. No. Vagy csak a gépem közben itt rezeg össze-vissza, mert mindegy, meg kell majd csinálni. Szóval a Niskaru Lord Baelor is itt van. Mit tudom én. Indeed, they expect us to hide behind the walls of Melsen Shear. Instead, we'll rush the field and delay the Baelor's arrival. That leaves the Witch Knight. Malwyn is the commander of the Tuatha forces and likely the one who has made a pact with the Baelor. You and Talera will be part of an effort to kill him. If we can kill Witch Knight Malwyn, then the Baelor may run rampant in the field. And in the chaos, we can rout the Tuatha. Bocsánat. It is much to hope for, but that's the plan. Jó, menjünk akkor, PLS. You're eager, but take a moment to make sure you're ready. Check your gear and say your goodbyes. When you're ready, come meet me by the gates. Ah, most kell menni oda, oké. Jó, hát akkor itt még tudunk pár dolgot így venni, meg szétnézünk, hogy mik vannak. Elin sír, téged beszélgetni valami. Én is. This is no time to make jokes. These people are scared, and your chances are slim, with or without that spear. Melsen Shear's fate was sealed long ago. You may be able to change that, but the Tuatha aren't taking any chances. Prepare to fight. And be ready to die. Be on your way. Köszönöm szépen. Mindenki annyira lelkesítő, tehát hogy így készülj fel, hogy meg fogsz halni. A 60 a kapu, ahol ki kell mennünk. Remek. Nagyon örülök neki. Na, itt vagyok, csak közben mindegy hosszú történet, majd elmesélem, ami van. I don't care if the bartender's manning the ramparts. Someone has to have a drink for some... Any luck finding the old gnome? Találtunk gnómot, de hagyjál már. Child, you can't hide a good battle from an old hero. I wouldn't have missed this for all the wine in the House of Ballads. It's been 20 years since I've had the honor of fighting by Talera's side. They used to call her the Lady of the Lance, and they will again if I'm any judge. Oké.
Tehát vannak erős embereink, az a lényeg. Ó, nála lehet venni dolgokat, igen. Hát nem ezt akartam, viszont ez jobb, mint a miénk. 90 ezerért, hoppá! Ilan Doldran has what you need. Aha. Ez mit ad? A lightning damage-et ad ráadásul. Hát az elég gáz, hogy én meg megvettem az előző részekben ezt a... Nem is tudom mennyiért vettem meg. Mindegy. Aha. Ez viszont nem is jó ránk. Hoppá, ez jobb. 202. Hoppá. Hát igen, itt már lesznek olyan jobb dolgok sokkal, úgyhogy... 20 health. Azt a betyár 138. Jó, itt valami ezi hacket kell nekem alkalmazni. Jó. Egy csomó potion-t veszek, az a lényeg. Itt lesznek dolgok. Jó. Nem is tudom, hogy van-e ezink. Megvan-e javítva az összes szettem, mármint a felszerelés. Mindegy, nem is lényeg. Nála jó dolgokat lehet vásárolni. Jaj, de jó, és keresnek. A vágás 96459. Mindenki ilyenkor keres, ilyenkor vagyok a legfontosabb, amikor videóznék. Na mindegy. Jó, szóval itt lesznek ránk armorok, legalább az a lényeg. Ja, de ez nem százalék. Azért egy 80 plusz százalék healthnek örültem volna. Van a cost. Aha. Jó, viszont az az egy fegyver, ami volt az előbb, az érdekelne. És mi van, hogyha én mondjuk lecserélem ezt, de már mondjuk elköltöttem minden pénzem. Ez 10 000-et ér. Közben minden bajom van, már elnézést. Mondjuk azért az a villámos, az egy cseppet jobb lenne. Á, mindegy. Valami pénzkódot be kéne írnom. Ez nagyon kéne. Püge közben ugat kint, hát hál' Isten, hogy... Á, mindegy. Na, csatázunk, kérem szépen. Életet most annyira nem szeretnék tölteni. Ehhez kell valami kulcs. Én ez, ami ott szétnézek, hogy mi van ott arra fele. Nem erre kéne jönni, hanem a maradott meg le van zárva. De ki lehet nyitni. Ez egy ilyen nagy ilyen ezé, csata előtti cuccos, aha. Itt van egy csomó emberke, itt nagyon örülök neki, aha. De jó, hát oké. Ezeket olyan ki lehet ilyenkor lootolni, ez lopásnak számít. Hát nem lopás. Nincs benne fegyver, pénz. Pénz kéne nekem rengeteg. Nem baj, megpróbáljuk ezzel a build-el, maximum ha nem megy, akkor ez a rész kikerül így, aztán majd még nem tudom, fejlesztem magam, hogyha valami lesz. Na! Akkor are we ready, mert akkor működünk, megyünk. Menjünk akkor. Prepare the fight, vagy mi az Isten. Then let us go. We've had sightings of the Tuatha Vanguard. When they enter the courtyard, we will open the gates and counterattack. You and Talera will use the distraction to execute your plan. One way or another, this will be over soon. Zsíros kenyér. Na nézzük! Melszen síri csata. Jogvédett zene! Aj, de jó vagy. Halad jobb, mint a gyűrűk, ura, mi ez? Ha, és akkor mi...
Mi meg vagyunk, vagy... 20. Hát hajrá! Epic színen a kutatjánk. Ezt így el is vágták egyből? Az GG. Na, szóval a kedvenc részem a játékban, hú, de nagyon jól megcsinálták. Fejben nyilazzák egymást egy 10 centiről. Nagyon jó. Menjünk Tillera. Malwyn-t keressük. Ez a Bélor lesz, az a rohadt nagy szörny, majd meglátjátok. Ide jó. Ezt nem lehet ille... Hogy ez mi ez? Azt hittem ebben ilyen kátrány van. Na, charge-oljunk kérem szépen. Imádom ezt a részt. Na, ugye ők a tuárták, akikről már meséltem az előző részben, valamelyikben. Ellenük harcunk, nekik van ilyen fegyvere, mint ami nekem is van jelenleg most. Ez a piros. Ajaj. Az de jó. Van egy ilyen érzésem, hogy nem sok esélyem lesz itt nekem harcolni. Még gyengősok vagyunk. Bár mondjuk az a fegyver, amit itt lehet venni a csatához, az se nagyon sokat sebez, tehát 112 vagy mennyit sebzett az enyém, meg 107. Most ennyi erővel. Na meglátjuk. Na nyilván már mennék harcolni. Hűha. Ajjaj, varázslók, ezeket nem szeretjük. Minél kevesebbszer kéne hílelni. Jó, tudod, mint akkor meg... Lenyilazlak én téged simán. Jó, egy ilyet felhasználunk. Tökéletes. Mehetünk tovább, itt egy láda. Na, gyerünk, oké. Ez pont kellett, ez a kettő dolog. Király. Ó, egy sem, mi ez a ilyen... csapda rész? Anyád. Az nagyon kellett. Köszönöm, jó, hogy megtaláltam a ládába a dolgot. Ezt direkt csinálod, öcsém? Hát ezt direkt csinálja, nézd meg. Ez remek. És akkor most előről az egészet? Hát ez remek. Hát de most ott mit kéne csinálnom, öcsém? Falból kijön három ilyen szar, azt megöl egyből. Akkor mentek a összes. Mehetünk, jó. Oké, ezt el lehet vajon nyomni. Y-cinematic, aha. Mehetünk. Hát akkor mentek itt is el azelőtt. Ezeket fönn ilyenkor is meg kell ölni megint? Remek. Hogy nézi a többit, hogy ez? Hát ott harcolott, érted? Zsírkirály. Na itt kéne menteni gyorsan. Gates of Melszensír, ez még csak a kapu, nem is Melszensír, várjál. Nem is baj, mert elég sok HP-t vesztettem itt.
Király. Jó itt, hogyha megint HP van. Ah, most kettő mana volt, meg egy sima HP. Ja, ez a városvédő tucli. És itt hogy megyek át? Sehogy. Ah, így. Oké. Okay. Hűha. Hűha. Jönnek. Itt van Elin sír. Hello. Örülök, hogy megérkeztél. Nincs, még mindig nincs. Nem fázol, vagy mit tudom én. Ilyen lengeruhába PLS. Vissza kell vernünk a létrás támadókat. Zsír. Ez ott egy nyíl azért, hogy odafigyeljél, öcsém. Á, értem. Hát ez könnyen megvan, ha hagyod őt békén. Az igen. Jó. Ja, itt maradt, hogy ne tudjanak feljön a létrával. Na. We tried to fight off the two up, but they took most of our company prisoner. They're threatening to execute the rest unless we lay down our arms. You could get in amongst them, silently, if possible, and save what's left of the survivors. Oké, meg kell mentenünk őket. Mondja, hogy ilyen börtönbe küldték őket. Az jó. Itt vajon mi van, hogy erre is lehet jönni? Hoppá. Várjá. Elnézést. Hát mindjárt 20 szintes vagyok. Szerintem az amúgy pont ideális ide. Mint ez a 20 szint. Öcsém. Oh, kész. Mi volt ez, ami reverse ambush? Erre jövünk tovább. No. Hűha. Gyere csak ide, na megjönnek a létrából, hát nem igaz. Ez hogy jött már fel? Hát már rég nem is volt a létra ott pedig. Ajaj, jött a másik létra. Na. Fantasztikus. Jó, készen is vagyunk. Iha. Aha. Na ezt nézzük csak meg, armor. Persze, hogy pont nem ránk jó, hát nem igaz. A mana az jöhet. Ilyen lokokat öcsém. Exp boost is jöhet. Van valami javító dolog. Én nem akarok javítani. De a repair kit az jó viszont, el is visszük. Ha. És akkor itt megyünk ki. Na ezek jók, jó sok ezé potit ad. Poti poti PLS. Öjj, na kérem szépen. Mentek. Mentés.
Vagy ez a tizedik mentés, amit? Mehetünk. Izgalmas részek. Közben lent ott csatáznak, de szép sat ez. Én meg lootolok. Mert az fontos. Annyira azért nem sokan vannak ők. Jó, mondom ezt úgy, hogy mondjuk, hogy 4000-en ott vannak lent, de hát ez van. Micsoda pusztítást végeztek itt azért rendesen. Hoppá, itt van Tilera. Na ő kicsoda, ő valami War Commander lesz. Megjöttünk. Ajaj. Éj, micsoda kürt szó volt ez. Kb. Reggelente ilyet szoktam fingani. Na, kérem szépen boss fight. Itt van a Bélor. Ká. Hát nézzük kérem szépen. Itt van Malvin, őt kerestük. Aha. Ká. Péles. Megy az élete, de vagy a nyolcadikat hílelem már. Ez mit csinál ilyenkor? Ajaj. Hűha. De szép vagy, öcsém. Ha és ez a szemével tud ilyen... Egy hit és meghallok a francba dolgot, úgyhogy... Gyönyörű. Jó, akkor ott is kell menteni előtte. Vagy ezeket hagyom a francba. És futok erre fele. Köszönöm. És... Ja, itt nem lehet menteni. Még mi van, ha először ezeket szedem le, és akkor a Tilera is tud nekem segíteni közben megölni őt. Ha? Kepet jobb. Gyerünk, gyerünk! Ő a generál, akit kerestünk, az ellenséges hadvezető úr. Nálunk meg ugye Tilera az. Meg hát itt vagyunk mi. Kéne fagyasztani négyszer. De... A fegyver az nagyon erős. Ugye meghal. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Ez az! Most a Bélor nem fordult ránk. Gyorsak voltunk. Viszont azért őt is le kell majd győznünk azért. Elvesztették a kontrollt a... szörnyike felett. Ajaj. Beledobja a szemébe? Ugye? Mellé fogja dobni. Na, jó. Eltalálták. Hátul. Mondanám, hogy sajnálom, de annyira nem ismertem őt. De epik ez. Na és akkor... A szemén van egy ilyen kis dolog, és hogyha kinyitja a szemét, akkor az így mindent elporlaszt. Na, és akkor kire fog hárulni a feladat, hogy megölje ezt a nagy dögöt? Hát, eltaláltátok ránk.
ends here. No! Na, most már nincs, aki irányítsa. Viszont még él, úgyhogy... úgyhogy boss fight. Killed Witch Knight Malvin. Witch. Hát most öltük meg. Aha, most őt kell levadásznunk, a Bélort. És ha, hogy hova, honnan? Itt most menjünk erre fele? Nem. Na, úgy néz ki a Bélor, tehát ő lesz az ellenfelünk, bocsánat. Csak erre kéne jönni, ugye? Igen, itt vannak a tuálták, most velük nem nagyon akarok foglalkozni. Ó, Agard, hello! Igen, meg kell semmisítenünk. Everything seemed still in that moment when she struck the Baylor. At least she died how she wanted to. But her sacrifice won't mean anything unless you do something to stop that beast. Jó, akkor te maradjál itt nyugodtan, én megállítom a Baylort. Hát most ne haragudjatok, hogy nem harcolok mindenkivel, de... Na, ez ilyen. Hello, balorkám, gyere csak ide! Hello! Jaj, de dagadt vagy, öcsém, azt a betyár. De hogy találnak ekkora lényeket? Ilyenek vannak? Jó, segítek neked, tessék, ennyit kaptál. Innen már intézed őket. Kamera nézett, gyönyörű, megint. Hát már csak te hiányoztál innen amúgy, de tényleg. Ó, még vagy 4000-en így gyertek, öcsém, simán. Na. Ja, de ez csak egy sima troll. Aha, mindjárt leüt francba. Na. Bélorra kell az ultim. Az a fagyasztás, mert lefagyasztja őket. Na hát. Micsoda igazságok, PLS. A fagyasztás lefagyasztja őket. Kis health regen potion, az sokat ér. Bár, most pont jó, itt lesz a Bélor. Mentek is előtte egyet mindjárt. Elnézést, hogy ilyen rengeteget mentek, de nem akarom a legelejéről kezdeni így a csatát ilyenkor. Na, és akkor a játék egyik legjobb része. Nem mintha eddig nem lett volna az, de... Bélor boss fight mindjárt hamarosan. Azt hittem ez lesz az, de mégse. Én itt át szeretnék menni, PLS? Hát nem. Ezeket fontos ezt a kettőt még megölni a boss fight előtt, hogy azért menjen le még HP-ink. Hűha. Jézus Atya Isten, egy Tyrantet idézett meg. Az előző részben ilyennel harcoltunk. Jó, bebugolt, vagy nem tudom, mit csinál. Van még egy, ugye? Nem? Jó, adott dolgokat. Köszönöm szépen, hát eznek sok értelme volt még így a boss fight előtt. Na akkor, Bélorkám, gyere csak. Defeat Bélor.
Ezzel lehet olyan ölni őt? Ez mérgezi őt folyamatosan, amíg van izém, addig ölöm. Elfogyott a nyilam. Öha! Ez hogy kéne vajon nekem? Ez a baj, nem sok izém. Hú, hogy ezt lehet ütni, aha. Nincs sok nyilam. Oké, most ezt 1000 hitet le kell rábonyolítani. Gyerünk! Iha. Ulti? Gyerünk az ultidbe. Most meghalsz. Fogadat kiszedem azért. Na? Ez mi lesz? Gyerünk oda. A betű. B. Usá, a betű. Húha! Aha, már csak a feje van. Gyerünk, toljad! Nem tudom mi ez a pajzs, ne kérdezzétek. Ott van a spear. Y. 100%! Ez az. Hú! Bele a szeme közepébe. Hűha! Le fog esni. Remélem ezek nem jobb védett tartalmak. Azért azt nem mondanám, hogy elvesztettük a csatát 4000 emberrel, érted? Hero of Melsen sír. Hát ez gyorsan lement, azt hittem kicsit tovább fogunk menni. Na, hát ez volt a kedvenc részem a játékból, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, ennyi volt a végjátszás, sziasztok! Nem amúgy viccet félretéve level up-olunk. Lehet most valami másra kéne. Legyen ez most. Én úgy döntöttem, oké. Itt valamit elkezdtem a múltkori epizódban. Aha, őt, azt hiszem, ugye? Igen. És még mindig rangerök vagyunk. Szóval legyőztük a Balort. Vagy Bélort. És igazából ennyi. Mennyi pénzt kaptam érte? 2000-et? Na és itt van Nagart, ott van Elinsir, Tilera meghalt szegény. Szíven lőtték. És visszavonultak. Tatuálták. 10 év. Az igen, 10 évig voltak itt így. Egy kicsit OP vagyok, azért megjelenek érted, azt egyből ez így 10 év alatt, azt akkor viszontlátás. Igen, sajnos. Then the rumors of her dishonor will finally be silenced. She gave everything to us in the end, and the world will know that. When we rebuild these walls, we'll name them after General Talera. Na, az lesz a neve a falaknak, hogy Talera. But she never would have been here had you not delivered her to us. It can never be enough, but we hope you'll accept this as our thanks. Kaptam egy virágot, meg majdnem 20 000-et. Hát ez az, amit csinálja, köszönöm amúgy. Újra kell építeni a falakat. It will be some time before we can clear it. Until then, Agarth says you've got unfinished business with an old friend. Igen, 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 nem is enged tovább a játék, hanem meg kell csinálni még a többi dolgot.
Siege Breaker. Tessék, legyőztük a Bélort. Van egy új kártyánk is. Na, én nem is mennék tovább. Egyelőre akkor itt van vége ennek a résznek, meg a sorozatnak. Jövő hónapban ugye Star Wars-ozunk, és akkor majd innen folytatjuk legközelebb. Megyünk Detirébe, vagy Ditiri, vagy nem tudom, a gnómmal harcolni. Mondom, ez a rész így egybe, ahogy van a játékból, az egyik kedvenc részem, hanem a legkedvencebb részem volt. Én egy picit arra emlékeztem, hogy több harc lesz, de azért így is elég volt, tehát legyőztünk egy boss-t, ugye a, nem is tudom már, valami priest boss-t, akkor egy Niskarut, egy gol, nem gol, mi az, gólem, nagy szutyok, meg a Balort is sikerült megölni, úgyhogy egész jól ment ahhoz képest. Na, úgyhogy én megköszönöm nektek a kitartást, a követést, amennyiben tetszett ez a rész, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és nézzetek meg a többi lejátszási listát, illetve videókat a csatornán, és hát innen folytatjuk akkor legközelebb. Kérem szépen, megyünk Ditiribe, a többi küldetést megcsináljuk, valószínűleg még ide vissza fog jönni a fegyverekért, mert az jó, és igen. Úgyhogy találkozunk legközelebb, és addig is sziasztok. Uda pont beleillik a fejem abba a helybe, így. Nem tudom, hogy mi van amúgy mögöttem. És akkor majd innen fogunk ugye tovább menni Alabastra felé, ahol is a végső összecsapás lesz. Na, az lesz még egy nagyon-nagyon jó hely ott. A Final Boss, úristen, az de jó lesz. Na, úgyhogy találkozunk legközelebb, és addig is sziasztok!